A közúti elsősegény nyújtó tanfolyamok ára az, amit szintén emelnünk kellett. Most a 8 órás tanfolyam ugye 15 ezer forintba kerül, ehhez pedig ugye várjuk a tanfolyamra jelentkezőket. Ez nem kötelező, ugye a közúti elsősegény nyújtó vizsga az kötelező a jogosítvány megszerzéséhez, míg a tanfolyam az pedig felkészít a vizsgára. Április 26-a óta ismét lehet a Magyar Vörös Keresztnél első tenni a jogosítvány megszerzéséhez. Heti két alkalommal van a Baranya megyei szervezetnél vizsgáztatás Pécset vagy Szigetváron. A vizsgáztatáson kívül az oktatás is megvalósítható a megyei szervezetnél péntek vagy szombati napokon. Ezekhez telefonos bejelentkezést kérnek, mivel a járvány miatt a tanfolyamokat alkalmanként minimum 10 fővel szervezik, ezért pontosan kell tudni jelentkezők létszámát, mondja a udvaros Renátben 4000 friss jogosítvány Adtak ki, és ekkor és ekkor volt. miért a pandémiás korszakban 3500 at Baranya megyében. idén sem lesz rosszabb a helyzet, szintén 3500